majd óvatosan, mert leborul a kamera. És nem tudom, hogy mi fájna jobban, hogy a kamera törik össze, vagy a 15 incses kijelző. Na, sziasztok, kedves nézők! Hello! Karotta, H. András. Szerintem ismertek minket, legalábbis remélem, hogy ismernek. És az a helyzet, hogy azért ülünk most egy Teslában, mert meg is csinálhatjuk most. Ünnepélyesen szeretném neked átadni a kulcsot, a Tesla kulcsot. Ha így adod át ebben a szögben, akkor olyan, mintha nem adnál át semmit, mert az éle nem látszik. Profilból nem is látszik. Mert hogy kitaláltuk, ugye, hát amikor kaptam ezt a Teslát, akkor bekommentelted, hogy hát nem irigykedsz, meg minden. Nem, ezért egyébként. Ezért gondoltam, hogy akkor tényleg akkor itt csináljuk meg ezt, amit beírtál oda, nem irigyen, hogy akkor a Hungaroringen valamit csináljunk az autóval. Csak az a helyzet, hogy én megyek Frankfurtba. Annyira sajnálom. De megtaláltuk a megoldást, hogy ugye ne bukjuk a Hungaroringes időablakot, és akkor gondoltam, hogy... úgy, mint a Tesla a Nürburgringgel, akik van, pont ugyanígy későn találták ki. Már egyébként kiderült azóta, hogy lefoglalták a pályát. Igen, de az is kiderült, hogy egy olyan slotjuk van, amikor igazából időt elvileg nem lehet futni. Ez az Industry Pulsation, ez olyan, hogy ebben elvileg nem lehet teljes kört menni. Szerintem jövő héten még tudunk erről beszélni, igen, érdekes lesz. Én nagyon kíváncsi vagyok, szerintem egy Porsche simán lenyomja a Teslát. Teljesen kizártnak tartom. Tehát egy minden tiszteletem Elon Muské, most is mind a ketten az ő zsebéből csaholunk, a kiskutyái vagyunk, de hogy a Nürburgringen nem. Szóval nem. Na, szóval kitaláltuk, hogy amíg én kint leszek Frankfurtba, most vasárnap van, ugye, és akkor hétfőn van a Time-etek a Hungaroringen, én meg szerdán jövök vissza, hogyha csütörtökig átadom Wintert. Leszettél egy napot bele, péntek, azt mondtad, pénteken kapod lehet vissza. Péntek is, azért. Jó a péntek is. Nekem én teljesen úgy készültem lényegben. Jó, akkor legyen péntek. Már figyelj, már kicsit szét vagyok esetleg. Jó a péntek is. Ja igen, mert vágok csütörtökön. Ugye? Jó, és akkor hát azt szeretném kérni, hogy őt Winternek hívják. Winter? Igen, ismerkedjetek majd meg. Nagyon vigyázz rá, és kérlek, hogy ne rúgd szét a fékeket a ringen. Én mentem vele, és az első kör végén már nem volt fék. Léci, meg a új hátsó gumik vannak, és hogy az van a szerződésben, hogy azokat nekem kell venni, nem a Tesla Univerza, úgyhogy ezt majd te díleled le velük, hogyha persze, nem marad fék. És hát egyébként meg azt szeretném, hogy a kedveseddel menjetek sokat a Teslával. Hogy használjátok, élvezzétek. Én tudom, és a gumiban ne tegyünk kárt. Nagyon vigyázz rá, Léci. Hozzám nőtt a szívemhez az autó, tehát kitakarítottam, meg minden. Fantasztikusan tiszta egyébként, tehát le vagyok nyűgözve. Úgy érvényesül a minimalista belső tér, hogy... Így is mondhatjuk. Nincs, lényegében nincs. Minden porszemet észre lehetne venni rajta, hiszen semmi más sincs, ami elterelje a figyelmet, de lenyűgözően tiszta. Én nagyon igyekszem majd nem kárt tenni benne, de közben azt azért mindannyian érezzük, hogy nem hozhatjuk szégyenbe se a márkát abban az értelemben, hogyha én végig óvatoskodom a Hungaroringi Time-eteket, akkor abból az lesz a következtetés, amit levonnak, hogy a Model 3 igazából vacak, B, nem tudok vezetni, C, igazából mindegy, mert ezen a ponton vége a világnak. Rosszat tehát nincs sejtek. Tovább jogunk élni. Nem is. Nem lesz jó. Figyelj, én azt mondom, hogy megpróbáljuk, megnézzük, hogy mi van ebben. Ugye tudjuk, hogy ilyen értelemben nincs nagyon magasan a léc, hogy az utolsó alkalom, amikor Time-etekre mentem a Hungaroringre Teslával, az egy Model S-sel volt, és akkor nem is én vezettem, hanem a Weber Gábor. Csak azért, hogy nem erülhessen fel, ugye, hogy az én alkalmatlanságom miatt lesz olyan, amilyen. És akkor nem sikerült sajnos egy gyors kört sem teljesíteni. De ez egy tök másmilyen hűtési rendszerű autó, ami hivatalosan pályamóddal is rendelkezik. Így van. Azt majd ne felejtsd el visszakapcsolni, amikor kiszállsz, meg visszaszállsz, kikapcsol. És hogy nagyon meg fogsz lepődni az első kanyarba, hogy így megy a stabilizátor, mint ahogy egyébként a kakucsringen ezt sikerült eljátszani. Tehát így nyomod a féket, track mód, de minden alkalommal vissza kell kapcsolni. Kiszállsz, beszállsz, vége, kikapcsol. Jó, hát meglátom, mi lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, szóval borzasztóan nehéz hova tenni ezt az egészséget. Bánom ezt a felajánlást, de mindent a nézőkért, mindent értetek, meg kollaboráció, mert ugye Karotta is nyomja a YouTube csatornáját, és Tesla minden mennyiségbe, szóval így mindent tudunk a Tesláról, hogy a csatornádat nézzük, ami egyébként jó, meg mindent a Teslához kell mérni. Kivéve, hogy ugye mindent tudunk a Tesláról, csak én nem. De majd most. Majd most. Na jó, akkor megmutatom neked mindent a kocsiról, azt már nem veszük föl szerintem. Okay. Nem esett le a kamera, aminek nagyon örülök. És akkor legközelebb pénteken találkozunk, úgyhogy innen folyt köv.
nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért, de ebben van valami nagyon kielégítő. Visszahoztad az autómat. Hány egyben, darabban? Ugye? Egyben. De... A másik oldalát láttad már? Nem. Miért? Tehát csak kérdeztem. Mi csinált a másik oldalon? Nem feltételez semmi rosszat. Csak kérdeztem, hogy láttad-e már, mert az fontos, az hozzátartozik a minőségi átvételhez. Jó, csak szívac. A fékport azt láttam, hogy ilyen, itt még nem volt ilyen fekete, fékporos cucc soha. Egy vallomással tartozom ezzel összefüggésben, hogy már azóta volt mosóban. És így is, igen. Igen, igen. És úgy látszik, hogy keletkezett a fékbetét felületén valami nagyon könnyen morzsálódó. Igen, látom, hogy ilyen bemarást tett a féktárcsán. Az olyan volt, de nem javult, azt elismerem. Az egyáltalán nem javult az együtt töltött idő alatt, de azért látszik, hogy a pistáik is már megdolgozták a fékrendszert rendesen. Az történt, hogy a Hungaroringen ugye szakadt az eső. Tehát igen. Nem úgy esett az eső, mint amikor így esegelt, és így az ember azt mondja, hogy jó, a pokolba. Dézsából. Hanem rendesen dézsából. Fölhívtam előtte a szervezőt föl, mint hogy egyáltalán megtartják-e a versenyt. Mert hogy én azt feltételeztem, hogy ilyen időben nem is biztos. Ha Forma 1 lett volna, akkor mindenkit hazaküldtek volna inkább, basz, hogy igen. Otthon zuhanyozzon, mert ez már ilyenkor nagyon veszélyes. Láttam a fotókat, és ott így igen. Durva volt. Nagyon, nagyon kegyetlen volt a helyzet, de hát ugye nem volt másik időpontunk sajnos, meg ugye ezek a jó hírek, nem tud fogyni a gumi. Pont ezzel akartam eldicsekedni. Én örültem egyébként az esőnek. Pontosan, nem tud fogyni a gumi, és valójában minden sokkal kevésbé tud fogyni. De nem volt mit tenni, ugye muszáj volt kimennem, ráadásul, mivel két autóval voltam. Ezzel, és egy másikkal, melyről sajnos, nem beszélhetek róla. Mert hosszú távú terveim vannak vele, és ez csak oda kellett vinnem. De az is az saját autó volt? Ez egy többszörösen saját autó. Valami új, valami. Bizonyos akkor értelemben. Nem a hangyász volt. Olyasmi ez, mint, tudod, mint az esküvőkön, hogy valami új, valami régi, és végül valami nagyon furcsa dolog lesz belőle, de mindegy, ez nem számít a lényeg, hogy két autóval kellett oda mennem, és ezért muszáj volt rögtön az elején kimenni, mert szakadt az eső, ráadásul semmi nyoma nem volt annak, hogy valaha is el akarna állni. Szóval kimentem a rettenetes esőben vele, és hozzá se nyúltam, tehát track módba se raktam, mert arra gondoltam, hogy itt ez igazából nem nagyon fog számítani, és kimentem, és az lett, hogy elég hamar meg lett, hogy ez tulajdonképpen tök jó, hogy teljesen el voltam veszve, ugye esik az eső, fogalma sincs, hol van tapadás, és mennyi, össze-vissza van felgumizva, a pálya vizes, meg ahol elektromos gumis autó, volt, megráz, nincs meg hangja, minden, nincs hang. Fogalmat sincs, hogy ugye az embernek így rá egy idő után valahogy a füle, meg a keze, a váltások ritmusára, meg hogy nagyjából így szokott lenni, ebből minden elvész. Plusz nincs hangja, semmi, tehát így föl kell idézni, hogy kb. Annál a táblánál szoktam fékezni. Itt akkor itt most lehet, hogy kicsit előbb kéne, jaj, eső, rohadtul korábban kellett volna. Ami nehéz még, bocsa, az elektromos autóban, hogy nincsenek sebességi fokozatok, igen. Tehát egy-egy kanyarban nincs meg az, hogy most ezt a kanyart kettesbe, ezt hármasba leszem, hanem így csak a kilométer órára tudsz hagyatkozni. Hát vagy az meg... mint az én esetemben inkább csak így a zsigerekre, meg hogy ezt így mennyivel érzett túlélhetőnek nagyjából. De hát aztán az lett, hogy egyrészt kiderült, hogy a kigyorsításokat azokat baromira hamar el lehet kezdeni úgy is, hogy szakad az eső, és valójában messze az a legsúlyosabb. Tehát már a közúton, amikor esett az eső napközben, akkor azon ájuldoztam, hogy én mentem már sok erős autóval, meg sok erős összkerekes autóval is mentem. De ahogy attól, hogy villanymotor van benne, és nem a klasszikus kipörgésgátlónak, meg gyújtás megszakítgatásnak, meg ABS modul által kattogtatott fék pofáknak kell ugye megfékezniük a kipörgő kereket. Hanem a szoftver így. Hanem rendesen a szoftver az inverterrel annyit küld, amennyi fér, és hogy annyit érzel legfeljebb, hogy egy ilyen egészen kicsi, ilyen másfél foknyi játék van benne, és meg a kormányt így kitépi a kezedből. Nagyon, nagyon súlyos, ahogy elindul. Akkor nem kérdezem meg, hogy de jó volt vezetni, mert láthatóan jó volt. Én nagyon szeretem, és rohadt jó volt vezetni, de megértem azt is, aki ezt abban a szempontból nem szereti, hogy egy csomó olyan dolgot, amit egyébként sportos autóvezetésből szeretni szoktunk, hogy például milyen visszajelzések vannak a kormányon, semmilyenek. Semmilyen. Három darab üzemmódban is választhatod, van az az üzemmód, amiben viszonylag kellemesen könnyű tekerni, de semmilyen visszajelzés nincs, és innen elmehetsz odáig, ahol ilyen hülyén mesterkélten nehéz tekerni, és semmi semmilyen visszajelzés nincs. Ez egyáltalán. Így van. Szóval azt, ahogy leteszi az elejét az útra, azt szinte lehetetlen megszokni, annyira csodálatos. Egyrészt, hogy mennyire sok van belőle, másrészt, hogy milyen minőségben jut át minden az aszfaltra.
A fékekkel pedig ugye az a helyzet, hogy elsőre én úgy voltam vele, hogy amit elképesztően jól csinál, te is nagyon sok villanyautót vezettél, többet, mint én, hogy a villanyautózás rákfenéje szerintem vezetési élmény szempontjából az az, hogy azt a feladatot, hogy össze kell mosni valahogy az elektromotorok rekuperálós fékezését, és azzal, amikor rendesen mechanikusan lassít, azt egy csomó autó egyszerűen nem tudja normálisan megcsinálni. Tehát vagy nagyon érzed, vagy egyáltalán nincs semmilyen érzés a fékpedálon az elején, hanem ilyen fura semmibe belelépsz, ami után egyszer csak elkezd valami történni. Nem lehet velük, tehát lágyan odaérkezni mondjuk egy lámpához, vagy egy stop táblához, és finoman megállni, anélkül, hogy lenne benne egy ilyen bólintást, ezt 10 villanyautóból 8 és félen nem lehet megcsinálni. Hát meg egy gázpedállal kell csinálni ezt, meg kell szokni. És ez meg tökéletes. Uh-huh. Az egész. Tehát tök lineáris, teljesen mindegy, hogy melyik részével. Nem is nagyon sokszor egyszerűen figyelek, és nem tudom megmondani, hogy hol van átmenet. Azt sem tudom, hogy egyáltalán átváltott. Aha, az e-tronban ilyen még. Tehát ott az is ilyen brake by wire van megoldva, és tök jól működik. Viszont kevés a fék, igaz? Hát a teljesítményhez mérten kevés a fék. Itt szeretném megjegyezni, hogy amikor megbeszéltük ezt Karottával, hogy majd elviszi az autót, amíg én Frankfurtba szívok, a tömegbe mit mondtam? Hogy így vegyünk rá, szerezzünk rá versenyféket, mert anélkül tökre esélytelen lesz jó köridőt menni vele. De aztán nem vettünk, nem lett, mert egyébként nem volt tudtam, rá idő. Tudtam, hogy esni fog. És igen, ott igazából esőben nem annyira fontos, mert az a helyzet, hogy vannak már Teslához tuning alkatrészek, ami nekem azért nagyon jó érzés, mert ez megint egy fontos jele annak, hogy valójában nem teszi tönkre nekünk az autóbuzitnak se a világot a villanyautó, csak simán mással megy. De van egy Mountain Pass Performance nevű kanadai cég, aminek én ismerem a vezetőjét még nagyon régről, mert annak idején a hangyász kapcsán motortuning ügyben sokat leveleztünk, mert neki van a legerősebb VQ35-je, ami a hangyász motorja, de ebben most nem mennék bele, mert nem akarom, hogy emiatt a 3,5 literes környezetpusztító szívómotor miatt esetleg András jól tréningezett nézői odahányanak nem kell beszólni. Tehát, hogy... Igen, sőt, hát egyáltalán egy évben 3-4 hétvége, ha van, amikor megyek vele. Szóval még onnan ismerjük egymást, és átállt villanyautóra, és ő egy mérnök. És ezért nem az van, hogy ilyen fényes alkatrészeket csináltat Kínában, amiket aztán elad kurva sok pénzért Amerikában, ami a tuningiparnak a nagy része mostanra, hanem minden nagyon ki van találva, nagyon meg van tervezve, nagyon sokáig tesztelik a saját autóikon. És ő árul Big Brake kitet is, tehát nagy féktárcsát. Ekkora féktárcát, tehát ennyi. Most ekkora, és én ekkorát lehet rátenni. Igen, nagyon és jó. Nyilván hozzávaló versenybetéteket is, meg árul olyan lengőkarokat, rendes koilóvereket, meg lengőkarokat, meg mindent, és fantasztikus köridőket is mennek azok az autók. Ő lett az a internet híres, hogy az általa felkészített Model 3, még a sima, azt hiszem long range, amerikai Time Attack fordulón lett abszolút első, úgyhogy leszették igen, őket emlékszem. A dobogóról. Egy ilyen rendkívül kínos jelenet volt, hogy fönnállt a dobogón már az első helyzet, és akkor mondta, hogy elnézést, átnéztük a szabálykönyvet, és sajnos nem volt beleírva, hogy villanyautóval is lehet nyerni, úgyhogy hát, hogy esetleg le kéne fáradni. És nagyon kellemetlen volt. Szóval, hogy meg lehetne csinálni olyanra, hogy normálisan megálljon, de két okból nem intéztük el. Az egyik az, hogy nekem kellett volna vele foglalkozni, és nagyrészt elfelejtettem. Gondoltam, hogy így kitalálom, hogy akkor legyen egy ilyen, a Tesla Univerzát megkértük, vagy vegye meg, te meg fölraktad volna, én megélveztem volna így a hasznát, de igen, nem jött össze. Nem nagyon, de egyébként bár az időben is azt hiszem nehezen fért volna el, mert az Amerikából nem szoktak hamar ideérni a dolgok, Kanadából sem. Jajam. De a másik dolog, hogy attól féltem, hogy ha mégis megcsináljuk ezt, akkor szét fognak szedni. Mint majd most is. A Teslát a Nürburgringen, de majd hogy szerintem erről te is csinálsz majd videót, meg biztos. Én is külön. De hogy azt mondják, hogy ez nem igazi, de az nem ilyen, persze, igen, mert amikor az M4-jel voltatok, akkor tettetek bele a versenybetétet? Jogos, hát nem jogos, voltunk. Jogos. Igen. De most Elon Musk éppen cheat-el, ahogy látjuk. Nem. Bele sem menjünk ebbe, de abban az értelemben nem cheat-el. A szárny, meg a fék, kerámia fék. Mindent láttam. Kiszélesített sárvédő, így ki van rakva, és ekkora az, hogy ez csalása vagy nem, az akkor fog eldőlni. Meg lesz ugye az eredmény, és hogyha azt a terméket lehet megvenni, hát, akkor nem volt csalás, hiszen egy széria autó, hiszen ha utána ezt gyártja szériában és meg lehet venni, akkor nem volt csalás. Szerintem nem lehet majd megvenni kerámia fékekkel a Plaid Tesla, ugye az a űrgolyhókból, az a kockás csóva, amit húz
az űrhajó, amikor ott így megelőzik őket. És most én nem tudom, egyébként szerintem nagyon veszélyes játék, amit űznek, tehát ez, hogy kimennek nulla tapasztalattal, tehát a Teslánk zéró tapasztalat van a ringen. És ott így kockáztatják valami sofőrnek az egészségét. Nem, de bízunk benne, hogy aki vezetni fogja, annak azért igen, egy kis tapasztalata. Na jó, milyen köridő volt a ringen? Azt elárulod? Vagy mert nézzék, nem, ne áruld el. A legőszintén nézzék válasz meg egyébként, a Total Car-on, nézzék majd meg, de ugye az őszinte válasz az, hogy nem jellemző. Mm. Tehát a teljes menet az úgy ment le, hogy kimentem a Teslával, mentem vele valahány kört, már nem emlékszem, ilyen 6-8-at talán, és annyit mentem vele, amennyit lehetett. Mm. Tehát, hogy én minden kijött belőle, amit egyébként nem track módban meg lehetett vele olyan körülmények között csinálni. Nyilván úgy, hogy semmit, ahol nagyon el kellett volna vállalni, azt nem vállaltam el tekintettel arra, hogy ez egyrészt nekem is nagyon kínos, ha összetöröm, neked is nagyon kínos, hogyha összetöröd. Mindenkinek a Teslának nem akartam ezt a dominót így elindítani. Úgyhogy azért volt egy kis biztonsági tartalék benne. És az történt, hogy egyszer csak lejöttem megkérdezni, hogy egyáltalán hol van ez most az idők között. Mm. És akkor abszolút második idő volt, egy autó volt előtte, egy gyári kupás Porsche 911 esőgumikkal, versenygumikkal. És akkor arra gondoltam, hogy akkor tulajdonképpen kész vagyunk, hogy én ezt megfeszegetném ennél tovább. Ennél többet szerintem így nem kellett volna neki amúgy se. És a vége egyébként az lett, hogy mivel mi a második órában már nem mentünk vissza a pályára, amikor elkezdett száradni, ezért utána az abszolút idők azok elkezdtek esni, mert mindenki visszament, ahogy elkezdett száradni a pálya. És akkor lettek jó idők, és neki nincs száraz pályás ideje. Lesz még erre alkalom szerintem. De hát szerintem is az van, hogy lesz még rá alkalom, meg azóta azt is tudom, hogy van a Hungaroringnál töltő, amit nem tudtam, és nem raktuk töltőre. Úgyhogy úgy forgattunk vele háromat, hogy mentem az időért, mentem úgy, hogy vittem a Total Car operatőrét, meg mentem úgy, hogy vittem a Total Car tévéműsor operatőrét, hogy a különböző időkben megy. És ez alatt elfogyott bőle annyi áram, hogy lementünk 50% alá, és akkor ugye pont a nagy fordulaton, tehát nagy sebességnél jelentkező teljesítmény az lejjebb megy. Igen. Tehát az az idő, amit akkor ment volna, az már megint nem lenne reprezentatív, plusz hogy nem elfogyott a fék. Kijent ringre és nem töltötte fel az autót. Előtte feltöltöttem. Csak kijátszottam. Láttad az Instagramomra, kiraktam azt a fényképet, igen. Ami azt mutatja, hogy nem tudja ábrázolni azt igen, a fogyasztást. Igen, hát az hogy egy ilyen kiment a tetőn át, igen, a kijelző tetején így kilógott, és így elvágta hát a kijelző. Igen, én kimúltam, ez is olyan volt. Egyébként ez vicces volt, hogy én Frankfurtban éppen kajáltam a Marcival, és így ránéztem a Teslapra, és pont mentél kört, és megnéztem a célénest, és ugyanannyival mentél, mint én szárazon, úgyhogy azért ez elég jó kör volt így esőben. Hát lehet, nem volt. Tehát én is azt gondolom, hogy esős körnek egyébként nem volt nagyon rossz, meg ugye az akkori eredménylista alapján is úgy tűnt, hogy nem volt rossz. Az, hogy megnyerte a kategóriáját, az olyan szempontból nem nagyon meglepő, hogy nem is tudom hány autó volt még benne. Lehet, hogy eleve is mindenki dobogós lett volna. És ilyen szempontból nem lehet elhelyezni őt most a ranglétre, hanem kénytelenek leszünk tényleg egy rendes alkalommal, egy rendes versenyre egyszer visszamenni, amikor száraz. Addig meg kell beszélnünk, hogy ér-e fékbetétet upgrade-elni, vagy szerintem nem. Ér. Igen. Csak azért upgrade-elem, hogy ne csesszük szét a gyárit, tehát hogy én sajnálom ezeket szétcseszni. Még így is, hogy nem az enyém az autó, tehát hogy ilyen rossz érzés majd így visszaadni ilyen elfogyott fékekkel. Nem fogtak el róla a fékeket, nem... tehát utcai használatra ez most szerintem pont ugyanilyen jó, mint volt. Bekoptattad. Igen. Pontosan. Ettől csak nagyobb felületen, ugye minél barázdásabb, annál nagyobb felületen találkozik a betét a tárcsával, ez szintiszta nyereség. Na jó, még akartalak volna arról is kérdezni, csak elbeszélgettük az időt, hogy milyen volt napi használatban. Annyit mondj, hogy kéne, vagy nem? Mert hogy most jó pár, majdnem egy hétig nálad volt. Én nagyon sok hibáját tudnám felsorolni, és közben lényegében biztos vagyok benne, hogy fogok egyet vásárolni. Nem performance-t, hanem sima hátsó kerekest. Részben azért, mert olcsóbb, részben, mert az, amit ezt tud, az teljesen abszurd. Igen, tehát, hogy egyszerűen nem csak... Nem használhat ki. Hogy annak idején azt mondtuk az ilyen húzott imprezákra, meg evókra, hogy úristen, azért ez közútra nagyon felesleges, meg sok mélyen el kell menni. Na, ez pont az. És hogy ez annál sok szempontból durvább, mert hogy ez mindenhonnan csinálja azt. Tehát nem az, hogy van egy olyan tartomány, ahol rohadt erős, meg minden, hanem egyszerűen csak így odalépsz, és mindenkinek letörik a fejed rögtön. Plusz jobban lehet játszani a hátsókerekessel, mert megnéztem az interneten, hogy van rá megoldás, hogy ki lehet kapcsolni, hátul le kell húzni valamit, és akkor igen,
drift autó. Igen, valószínűleg csak simán az ABS-szel zavart kell levonni. De mondjuk akkor semmi nincsen. Az a végül. Se visszatöltés, se semmi. De kit érdekel? Egyébként én is láttam ilyen videót, és már gondolkoztam rajta, hogy kéne ilyen videót csinálni, de majd rád bízom, meghagyom neked a drift, de akkor vigyél, mert meg akarok driftelni. Szóval én azon gondolkodom nagyon, hogy egy olyan lesz. Lehet, hogy nem most még, mert most még rettenetesen drágák. De megy lefelé is. Szépen. Jövőre de... már lesznek jó árban használtak. Igen, szerintem az, hogy egy-két év múlva, tehát mire lehet 2-3 éves, csak hátsókerekes Model 3-at venni, addigra én nem nagyon tudom elképzelni, hogy legyen valami más, ami annál jobban érdekel. Egyedül az ID3 az, amin még egyáltalán gondolkodom. De az egy nem létező tárgy. Most, hát láttam, áprilisban már vezethetjük, meg láttam a Taycant is, és minden irigység nélkül mondhatom, hogy nagyon örülök neki, hogy fogod vezetni majd a Taycant. Én nem tudom, mikor fogom vezetni. Ezért egy ösztárdias nem vagyok irigy. Látszik is. Szóval tök jó lett a Taycant, és biztos, hogy kurva jó lesz vezetni. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz vezetni, biztos vagyok benne, hogy jobb lesz vezetni, mint a Model S-t, de hogy az nekem nem jön számításba. Hát ez egy 80 milliós autó, tehát adni autóra, és nem is kívánnék más kategória, mint ez. Ez egy megvehető egy ilyen emberi ésszel, az meg nem. Akkor összefoglalom, kéne. Kéne. Nekem is, de nekem most hál' Istennek van egy időre. És azt hiszem, hogy a többit majd elmondott szerintem a csatornádon. Iratkozzatok fel Karottára, nézzetek a videóit, ő is elektromos autókkal is foglalkozik most már. Abszolút nem érzem, hogy így konkurencia jelenek egymásnak, mert hogy bőven van annyi téma, hogy így eddig még nem is nagyon volt átfedés, azt néztem, hogy csináltunk, tehát ilyen minimálisan. Hát egyfelől, másfelől nem nagyon látom magam előtt a pillanatot, amint valaki azt mondja, hogy nem nézem meg annak a másiknak egy videóját, igen. Mert az egyiknek már néztem egy videóját igen, a héten, és én ezt így nem akarom. Szerintem ez egy elég nagy térfél ahhoz, hogy akár többen is elférjünk. Még rajtunk kívül is bőven lehetne sok ember, csak hát ők meg nem akarják csinálni az elektromos autózást, meg igen, ez a különbség. Nagyon fáradt vagyok és másnapos, azért is vagyok ilyen szótlan, és csak így jó volt így hallgatni, mert tegnap nagyon berúgtam. Szóval de kiteszem ide, hogy kiknek köszönöm a támogatást. Innen lehet tudni egyébként, hogy valójában András milyen kőkemény férfi, hogy egy normális embert másnaposan a macska léptei is rettenetesen idegesítenek, te pedig az én szónokatomat hallgattad 20 percen. Ez fontos videó. Van sportértéke. Tehát azért valljuk be, életedben először vezettél Model 3-at, elvitted a ringre, csomó tapasztalat, így kíváncsi voltam, hogy milyen az arca utána. Az én arcom is szerintem viszonylag ellágyult, és ráadásul nagyon-nagyon-nagyon sok embernek mutattam meg, akik viszonylag szkeptikusan álltak és utána ez az egészhez. Nem olyan rossz. És hogy így ahelyett, hogy azt emlegették volna, hogy az illesztési hézagok, meg azt olvastam, hogy van, ahol nincs olyan szépen lefényezve, mint bizonyos más autók. Befolyik a víz itt. És csak így azt mondták, hogy azért ez végül is ez így, nem olyan rossz ez. Végül is ez nem olyan rossz, igen. Na jó, ezekkel a gyönyörű gondolatokkal zárnám ezt az adást. Oda kiraktam minden támogatót, tényleg köszönöm mindenkinek, meg nektek is, hogy néztek, kövessétek Karottát Instán, meg a YouTube-on, meg engem is YouTube-on, meg Instán, meg Patreon, támogassátok a Karottát, hogy építsen valami elektromos szörnyet, hallottam, hogy valami ilyesmit szeretnél tenni. Ez nagyon jó ötlet. Engem is támogassatok Patreonon, mert most, mivel hogy tök jó fut a Patreon, azért tök nem is volt már 2 hónapja szponzorált poszt, mert hogy így nem kell, tehát hogy így kiadja. Úgyhogy sziasztok következő videóig. Ciao. Ciao. A jármű menetkész. Kiszállásra sistereg. A menetkészséggel kapcsolatban lennének bizonyos észrevételeim, hogy például kurvára nyitva van az ajtó. De lett végül is.